Köszönöm szépen! Előadásomban alapvetően a második világháborús eseményekre fogunk koncentrálni, de mindenképpen pár szóban azért szólni az Alamegyének az olajiparáról, hogy hogyan is alakult ki. Már a 18. században innen tőlünk nem is olyan messze, Beklenicán uraközben volt természetes olajkibúvás. Ez mind a mai napig megvan, a horvátok készítettek is egy emlékparkot az egyik ilyen olajkibúvásnál. Ez már felhelyezte az akkor természettudományokkal foglalkozó szakembereknek a látókörébe az Alavár megyét. A 18 előtti időszakban Beklenica, illetve tőle nem messze levő Szelence nevű községben volt olajbányászat, és 1911 után egy brit cég, az Anglo-Persian Oil Company-nek a magyarországi leányvállalata szerzett kutatási jogot és koncesziót az egész uraközre vonatkozólag. Ez ugye a világháború kitörésével gyakorlatilag érvényét veszítette, nem volt mondjuk tovább ott kutatni. És a háború végén újólag fontos lesz Zala megye. A megyének a mostani déli része, Bázakeretje, Budafa térsége. Pap Simont és Pávai Vajda Ferencet 19 őszén a Magyar Király Pénzügyminisztériumból kiküldték, hogy geológiai felmérőket készítsenek a térségbe. Nézzék meg, hogy nincs a uraközi olajmezőknek valamilyen áthúzódása mostani Dél-Zalára. Ennek több oka is volt. Az egyik oka az volt, hogy az Anglo-Persa céggel tárgyalásokba kezdett a magyar kormányzat, és ennek volt egy hátsó szándék is ebben a történetben, hogy megpróbálják megtartani a uraközt. Pap Simon és Pávai Vajda kimutatott ott egy olyan részt, ahol adott esetben lehet, hogy van olaj. Tehát azt gyanították, hogy a térségben olaj lehet. Meg kell jegyezni az árulja, hogy a két szakember ezen a kutatás során összeveszett annyira egymással, hogy életük végéig nem tudták őket egymással kivékíteni. Mind a ketten komoly eredményt értek el, Pap Simon később megtalálta a dél-zalai olajmezőket, Pávai Vajda pedig Hajdúszoboszlón fedezett fel gyógyvizet. Komoly eredményeik voltak, de hát a személyes ellentét az alanyoknál fogva megmaradt. Nem tudni, hogy miért, senki nem tudja, hogy mi volt a vita a tárgya, egyikük se írta le soha. Maximum annyit írt a Pávai le, hogy hát a Pap Simon igazából itt a kutatások során eltévedt az erdőbe, mármint nem képletesen szóval, és ő neki kellett segíteni. Pap Simon meg ezt azért eléggé nehezményezte. Lehet, nyilván valamilyen fajta szakmai féltékenységről lehetett szó. Tulajdonképpen ezek a kutatások vezettek el oda, hogy 1920-ban már a békeszerződés után az Anglo-Persian Oil Company és a magyar kormány egy koncesziós szerződést kötött. A megmaradt ország területének nagyjából kétharmadát megkapta a brit cég, és Magyarország csak annyit szeretett volna akkor még elérni, hogy a határkijelölésnél a britek legyenek olyan kedvesek, járjanak közbe, hogy az Alamegyére vonatkozó határszakasznál határkijelölő bizottságnak a brit tagja azt úgy kanyarítsa, hogy a múlak köz vagy annak a nagy része az Magyarországnál maradjon. Ez nem így alakult. A Muravidéknél alsó rendben a térségében egy 200 km-t visszaadtak volna, de arra se került végül is, hogy viszont az zalai olajat azt nem a britek találták meg, ők nagyjából, hát ugye 500 méterrel mutatjuk, úgyhogy mellé fúrtak ennek a dolognak. Ezt Pap Simon le is írta az életéről szóló visszaemlékezésében, hogy nem hallgattak rá a britek. Mert ha ráhallgatnak, akkor megfelelő helyen fúrnak és megtalálják az olajat is. De a Jóisten úgy rendelt, hogy ezt az olajat nem nekik kell megtalálni, hanem egy másik, eredetileg brit-amerikai cégnek, a European Gas and Electric Company-nek. Ez a cég volt az, amelyik megtalálta a zalai olajat Budafánál. Hosszú évekig tartó küzdelem után nem volt ez se egy egyszerű történet, viszont 1937-ben Zala megye felkerült a trianon utáni Magyarország olajbányászatának a térképére. Erről majd még a későbbiekben lesz pár szó, és hát a háború mégiscsak második világháborúról lesz szó. Az első olyan háború, amelyiknél eredendően az olaj leépült a háború. Az első világháború is az olaj miatt dőlt el az antant hatalmak javára. George Clemence, akit mi nagyon nem szeretünk, ő maga fogalmazta meg, hogy ha az amerikai olajszállítmányok nem érkeztek volna meg az antant hatalmaknak, akkor nagyjából a háború végében az lett volna a különbség, hogy egy héttel előbb volna összeütni.
Ettől függetlenül tulajdonképpen a két szemben álló fél 18 végére annak idején annyira kimerítette egymást, hogy gyakorlatilag azon múlt a háborús győzelem, hogy kiomlik össze elő. Sajnos a központi hatalmak romoltak össze elő, és ennek meglett a ránk nézve súlyos következmény. A II. Világháborúnál már nem volt az kérdés, hogy az olajnak döntő befolyása lesz. Mindegyik nagyhatalom Európában és a világban erre készült. Megpróbálták megoldani azt, hogy minél több olaj birtokában legyenek, és nagyon pontosan fogalmazta meg Temesvári László, egy korabeli újságíró szakíró, hogy miért fontos az olaj egy háborúban. Olaj nélkül nincs háború, akinek több az olaja, aki megakadályozza ellenfele olajellátását, az megállítja a repülőgépeket, megakasztja a harci kocsikat, megmerevíti az egész háborús gépezetet, és felülmaradt. Az olaj hatalom, az olaj többet jelent a pénzért, mert a háború erejében a vér mellett ott folyik az olaj. És hogy hát ez mennyire igaz volt, maguk az amerikaiak is, lehet látni ezen a plakáton, a korabeli környezetvédelem, napjainkban is hallunk hasonló dolgokat, hogy ne utazzunk egyedül az autónkban, mert az a környezete károsítónak hat. Hát a korabeli amerikaiak megkapták, hogy aki egyedül utazik, az valójában Hitlerrel autózik együtt. Nyilvánvalóan ők is spóroltak. Persze azt veszük figyelembe, hogy nagyjából 160 millió tonna olajat termelt az Egyesült Államok. És az utána következő második legnagyobb olajtermelő Venezuela 32 millió tonna olajat, akkor innen nézve elég fura volt, hogy Amerikában spóroltak, viszont kell spórolni, és az automobilizáció az Egyesült Államokban, abban az időszakban már olyan szinten volt, hogy a magánhasználatban levő személygépkocsiknak az aránya eléggé komoly méreteket öltött, és hogy az olaj mennyire pontos, a másik oldalon lehet látni, német alakulatoknak útszélen az olaj. Aki látta a Halál 50 órája című filmet, az nagyon jól tudja, hogy a filmben végül is részben az olaj körül forgott a történet, hogy lesz elegendő üzemanyaguk, lesz elegendő olaj, hogy tudják folytatni a háborút, nem volt a németeknek. De az, hogy 6 évig kihúzták olyan kevés olajra, mint ami nekik volt, az gyakorlatilag egy művészet volt. A mai napig nehezen tudják megválaszolni a kutatók azt, hogy ezt mégis hogy tudták a németek megoldani, de megoldották. És hogy mégis milyen olajhelyzetük volt. Egyrészt az 1939 és 41 közötti időszakot hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy 39-ben, amikor a Molotov-Ribbentrop paktumot megkötötték, és felosztották Lengyelországot a szovjetek és a németek egymás között, akkor nem csak erről szólt a történet, gazdasági megállapodásokat is kötöttek a paktum előtti napokban. És ennek gazdasági megállapodások része volt az, hogy a két hatalom egymás között árukat cserél. A szovjetek mit tudtak adni a németeknek? Olajat. Gyakorlatilag ott az alsó képeknél lehet látni vasúti tartálykocsikat, ez Zemisül városánál fejtették át már 41-ben, 41 tavaszán, évelején a szovjetek a német tartálykocsikba a szovjet olajat. Nyugat-Európát keveset beszélünk róla, de szovjet olajjal hódították meg a németek, nem románnal. A román olaj is nagyon fontos volt, a 30-as évek végétől kezdődően biztosították a németek, de a Szovjetunió azt vállalta 39-ben, hogy nagyjából olyan évi 900 ezer tonna olajat lesz szállít Németországnak. És ez abban az időszakban nagyon fontos volt, és megkerülhetetlen. Emellett, ami mindenképpen fontos volt, az Románia. Romániában a projekti térségében levő olajmezők voltak, a Szovjetuniót nem számított, a szűkenmett Európának a legnagyobb olajmezői. Erre az időszakra a galíciai olajmezők, amelyek még az osztrák-magyar monarchia időszakában a monarchiát a világ harmadik legnagyobb olajtermelőjévé tették, erre az időszakra olyan 5-600 ezer tonnát termeltek évente. A fénykorukban 2 millió tonna volt a csúcstermelésük. Ahhoz képest ez lecsökkent. Ha viszonyítani akarjuk valamihez, akkor a magyar olajmezőknek a termelés 1943-ban 837 ezer tonna volt. Tehát az olajmezők akkor már többet tudtak jóval, mint Galícia önmagában. Tehát az egy idősebb olajvidék volt. A román is hasonlóan idős volt, viszont ott jóval több tartalék volt. Jóval nagyobb olajvagyonon ültek a románok, és ez nem volt
közömbös senki számára. A 30-as évek közepétől kezdődően Németország és nyugat-európai hatalmak, Franciaország és Nagy-Britannia elkezdtek gazdasági eszközöket küzdeni azért, hogy ki tudja megszerezni a román olajat. Végül a németek győztek ebben a történetben, ők tudták ezt megszerezni. A második világháború alatt a tengelyhatalmaknak a komplett termelése 43-ban nagyjából 8 millió tonna nyers olaj volt. Emellett pedig még volt egy 5 millió tonnás szintetikus üzemanyag előállítás is, amit az alsó képen látható Leona Werkehez hasonló üzemekben állítottak elő a németek, ez gyakorlatilag barna szénből és kőszénből való üzemanyag előállítás jelentett. Kísérletezett bele mindenki, de tökélyre a németek fejlesztették. Ezt az 5 millió tonnás szintet 44-ben, amikor a szövetséges légierő már szőnyegbombázásokat hajtott végre rendszeresen Németország ellen és az ipari központok ellen, akkor még tovább tudták növelni. A háború után Albert Speert meg is kérdezték a nyugatiak, hogy mégis hogyan csinálták azt, hogy a folyamatos bombázások ellenére a termelést fent tudták tartani, meg még növekedett is bizonyos szektorokban, hogy ezt hogyan hozták össze. Ez gyakorlatilag a német ipar decentralizációs politikának az eredménye volt, meg tudták ezt valósítani. Úgyhogy nekik ezzel nem volt. Hát mondjuk az gondjai voltak vele, viszont nagyon jó volt a német logisztika. Tehát előre felkészültek arra, hogy egy üzemet le fognak bombálni. Az üzemtől biztos távolba, egy 10-15 km-es távolságban összegyűjtötték a szükséges anyagokat, amivel helyre tudják állítani az üzemet. És pár héten belül, maximum egy hónapon belül újra üzemelt és termelt, amennyire tudott. Ebben a rendszerben volt benne Magyarország, illetve a zalai olajmezőnk is. Az, hogy ez mit ért, az tulajdonképpen... Egyrészt szeretjük azt hinni, hogy a mi zalai olajmezőink azok háború eldöntő tényezők voltak. Nem voltak. Legalábbis a háború jelentős időszakában nem voltak olyan tényezők, hogy el tudtak volna bármit is dönteni. A háborúnak viszont abban az időszakában, amikor már lényeges tényezővé váltak, addigra gyakorlatilag katonai értelemben ez a háború eldőlt. És ez miért is így alakult? Egyrészt amiatt, mert itt voltak ezek a román olajmezők, másrészt a zalai olajmezőknek a termelése azzal együtt is csak mondjuk azt, hogy még megközelíteni se tudta. Tehát 44-ben, amikor a román olajtermelés lecsökkent 3,5 millió tonnára, akkor volt Magyarországon 810 ezer tonnányi olajtermelés. Ez már egy csökkenő mennyiség volt ugyanis a 43-as csúcshoz képest, ami azért ott benne volt az alai olajmezőkön kívül Bükszék is, meg az akkori Magyarországnak jó pár kisebb olajmező, ami Muraközben, Muravidéken, 43-ban fedezték fel a Petesházi olajmezőt is, Kárpátalján is voltak kisebb olajmezők. Azok egy picit ezt még megnövelték, nem olyan jelentős mértékben tudták. Ezzel együtt nem jutottunk érdemben a román olajtermelés közelébe. Nem is tudtunk, mert teljesen mások voltak itt az olajszempontból a földtani viszonyok, nem volt itt annyi olaj, viszont a németek számára logisztikailag nagyon jó helyet. Közel volt a birodalomhoz. Könnyű volt elszállítani, tehát a Bécs környéki finomítókban nagyon könnyen el lehetett szállítani az alai olajat. Illetve 44-től kezdődően annak ellenére, hogy a magyar termelés csökkent egy 30 ezer tonnával, gyakorlatilag egy 30 ezer tonnával majdnem nőtt az exportunk. Ez pedig a bombázásokkal függött össze. Minél jobban bombázták az ország finomítóit, annál több olajat küldtünk a németeknek. Ugyanis a tároló kapacitás is csökkent. És csak úgy tudták megoldani, az olajmezőt nem tudták elzárni, ez nem működött. Így az olajat el kellett szállítani minél előbb. Új udvarról szállították el Németországba, ami tartálykocsit össze tudtak szedni. Ma voltak az iratai a feljegyzéseiben, ez bent van. Gyakorlatilag a MÁV felé folyamatosan jelezte a cég, hogy küldjenek újabb és újabb vagonokat, mert el kell szállítani az olajat, és a finomítók átmenetileg nem veszik át. És ezt meg kellett valójában oldani. Tehát ennek a paradoxon az, hogy gyakorlatilag annak érdekében bombázták a magyar olajipart az amerikaiak, hogy csökkenjen a termelés, viszont sikerült növelni a Németország felé irányuló exportot. Amit annyira azért nem akartak,
De ez megoldódott így, mégiscsak. Tehát, hogy mit ért a mi olajiparunk, mit ért az alamegyei olajtermelés, hogy nagyjából a 10%-át tette ki a tengerhatalmak olajtermelésének 43-44-ben. Ami azért nem olyan rossz. Ha azt veszünk figyelembe, hogy a mai Magyarország területén 37-től indult újra az olajbányászat, az olajtermelés, tehát gyakorlatilag még egy évtized se telt el, hogy ezt az eredményt el tudta érni az ország. És hogyha a szintetikus üzemanyaggyártást is hozzászámítjuk, akkor nagyjából olyan 6,4%-át tette ki. Ez fontos volt, gyakorlatilag az amerikai fogalmazták meg az egyik hírszerzési jelentésben a legfontosabb az, hogy mit él a magyar olajipar. És ők leírták, hogy a magyar olajipart addig nem érdemes érdemben komolyan bombázni, amíg a Hamburgban levő finomítók, illetve a projekti környéki finomítók nincsenek tönkre bombázva. Ha ez megtörténik, azt követően a magyar finomítókat érdemes bombázni, illetve az olajmezőkre vonatkozólag leírták, hogy bombázni nem érdemes, mert 3000 méterről nem lehet egy olajkutat eltalálni. Itt azt kell megoldani, hogy szabotázs akciókkal felrobbantsák a kutakat. Más módon nem lehetett megtenni. Ennek dacára azért volt egy bombázás, erről majd rövidesen lesz szó. Úgyhogy ez volt az a helyzet, amiben a magyar olajipar létezett. Egyre komolyabb volt a német befolyás, a cseppeli finomítót üzemeltető Shellt, azt követően, hogy Hollandiát elfoglalták, a németek átvették üzemeltetésre. Az Alföldön egy német cég kutatott, itt a Muna közben is volt ennek a német cégnek koncessziója, de ezt időben eladták a Baos számára, majd pedig németeken kívül még olaszok voltak bent a magyar olajiparban, tehát elég jelentős volt a német befolyás, folyamatosan egyre több és több exportot követeltek tőlünk Németország irányába, ennek amennyire tudott a magyar kormány ellenállt. De nem ment ez azért mindig olyan egyszerűen. 1943-44-ben voltak arra vonatkozó tanácskozások, hogy hogyan lehetne csökkenteni a magyar olajtermelést mesterséges utóbeavatkozással. És gyakorlatilag egy háború utáni 46-os amerikai hírszerzési irat igazolja ezt a dolgot le. Az amerikaiaknak az egyik magadnál dolgozó ügynöke, egy geofizikus, akinek a nevét nem adták meg, de nagyjából ki lehet találni, hogy kiről volt szó, de nem is az ő neve a lényeges. Az ő jelentése alapján leírták, hogy a fúvókák méretének a megváltoztatásával csökkentették az olajkihozatalt. Ez a németeknek nem tűnt fel, nekünk meg jó volt, mert a magyar állam sem akarta azt, hogy a mezők túl legyenek termeltetve, de gyakorlatilag ők elfogadták Papsimónak meg a munkatársainak azt a véleményét, hogy ha normál természetes módon termeltetik ezeket a mezőket, akkor hosszú távon lehet használni őket, és igaza lett, mert még mind a mai napig a budafai mező működik, termel, ha csak kevés olajat is, de azért termel, és azért most már lassan-lassan elég sok évvel eltelt, tehát egy nagyon öreg mezőről beszélünk. Hogyha akkor ezt másképpen csinálták volna, akkor nyilvánvalóan már egy nem termelő mezőről lenne szó. Úgyhogy a kormány ezt elfogadta, mert hát annyira nem akarta a kormány azt, hogy a németek elvigyék a magyar olajat. Kellett ez nekünk is, amit azért mindenképpen meg kell jegyezni, hogy Magyarország 1940-től kezdődően önellátó volt kőolajból. Tehát a saját fogyasztását megtermelte az ország, és ami kiment exportra, az a saját fogyasztás fölött volt. Viszont a háború végén a németek már azt kérték tőlük, hogy a saját fogyasztásunkat is korlátozzuk le, hogy még azt az olajat, amit mi megspórolunk magunkon, azt is el tudják vinni. Neki folyamatosan kellett, nem volt egyszerű a helyzetük, és hát ugye ami Magyarország számára 44-ben eljött, az az alajolajmezők számára is komoly veszélyt rejtett magába. Annak ellenére, hogy az amerikai leírták, hogy olajmezőt nem lehet bombázni, ennek ellenére azért az akkori szakemberek is, meg a magyar állam is úgy gondolja, hogy az olajmezőket meg kell védeni. Ennek érdekében az alajolajmezők védelmére légvédelmet biztosítottak. Az itt állomásozó légvédelmi tüzérekről van pár fotó is.
ezen a dián, illetve az egyik komoly találatukkal, mint egy vaddal lefotózkodtak. 44. február 25-én egy Regensburg bombázásáról visszatérő amerikai liberátort, a Lispeg Honi légvédelmi tüzércsoportnak az egyik ütege lelőtt. A gép le tudott szállni, csak az egyik motor sérült meg, ez a gép hasra szállt le a mezőt. Később elvitték a gépet, szétdarabolták, aztán megvizsgálták a magyar szakemberek is, utána pedig Németországba került. A gép személyzetét azt még elkapták az előtt, hogy fel tudták volna gyűjteni a gépet. Ugye nekik ez parancsnoki volt adva, hogy ha le kell szállni, fogságra esnek, előtte a lehetőségük van rá, hogy a gépet gyújtsák fel, hogy az ellenségnek ne kerüljön a kezére. Itt ez nem jött össze, a gépet Tapolcára szállították át, feldarabolt állapotban, erről is vannak fényképek, amennyire lehetett megoldották az OM-ezőknek a védelmét. Amennyire lehetett, azért mondom, hogy nem volt teljes. Ha azt nézzük, hogy Újestinél milyen légvédelmet állítottak fel a németek, vagy akár Bécs környékén milyen légvédelem volt, akkor ahhoz viszonyítva, hogy a budapesti légvédelem az jóval gyengébb volt. Nem volt az országnak egyrészt annyi pénze, amit tudtak, azt megtettek. Itt is, amit lehetett, azt megoldottak. Még az volt egy módszer, hogy az olajkutakat átszázták. És volt egy ilyen légvédelmi átszázás, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy földbe bevonították az egészet, egy deszka építmény fölé tettek földet, és akkor így a kutakhoz is hozzáfértek az olajipari szakemberek, meg a levegőből se lehetett a kutakat látni. Azért a sors iróniája, hogy hogy nem valahogy az amerikaiak az még a háború alatt jutottak ilyen fényképek, amin a légvédelmi átszázással ellátott olajkutak le voltak fotózva. Tehát tudták ők is, hogy ez hogyan van megoldva. Ez pedig nagyon egyszerű, mert már a háború elején erre sor került. Az amerikai tulajdonosait a magoknak pedig 42. januárjában kérték meg arra udvariasan, hogyha lehet, akkor most már távozzanak Magyarországról, ugyanis Magyarország már egy hónapja hadban áll az Egyesült Államokkal. Persze az Egyesült Államok kongresszus ez csak 42. nyarán hirdettek ki, hogy ők is hadban állnak velünk. De mivel barátiak voltak a kapcsolatok, annak ellenére, hogy a két ország háborúba keveredett egymással, így nem nézték meg, hogy az amerikai tulajdonosoknak a képviselői mit visznek magukkal. Ők vihettek magukkal mindent, amit gondoltak, és nyilvánvalóan ezek az anyagok az amerikai hadseregnél felhasználásra kerültek természetes módon. Annál is inkább, mivel és volt egy ideig Dél-Zalában egy olyan tévhit, hogy a zalai olajmezőket az amerikaiak úgyse fogják bombázni, hiszen ez amerikai tulajdon. Miért tennék ezt? Tehát a saját tulajdonokat nem fogják lebombázni. Óriási tévedésben voltak, hát az almásvízítői finomító is amerikai tulajdon volt, azt gyakorlatilag tönkre bombázták. A háború után szinte újjá kellett építeni az egészet. Az almásvízítői, de újra építették ezt az almásvízítői olajmezőt, mi régen NASA-ra raktunk, és sokszor jártunk erre. Most még olyan szövegek is vannak, ugye, amikor az oroszok idejöttek, hogy nálunk a munka, a becsület, meg minden, és igazából azt már senki nem használja a mai napokban. Hát az már nem finomítóként üzemel, de maga a gyár az 1906-7 óta mindjárt létezik, tehát igen, ez egy másik történelmi korszaknak a tacepaója, amit kifestettek, bár voltak előzményei, mert ha valaki megnézi a Fortepánt, volti korszakbeli autószerelő műhelyektől kezdve katonai raktárakig, vagy katonai szerelő műhelyekig, akkor ott is felfestettek hasonló szlogeneket. Tudjuk, hogy az orosz szlogenálnak a munkabecsületét. Ennek megvolt a volti korszakbeli megfelelője is. Magyar meg egy picit alakultak át a dolgok, tehát azért sokan szeretik azt hinni, hogy egy szekercével ketté vágták a magyar történetvonalát 45-ben, és hogy gyökeresen új kezdődött. Bizonyos értelemben gyökeresen új kezdődött, de valójában azért azok az emberek, akik a volti korszakban éltek, azok éltek tovább is. Tehát akik túlélték a háborút, és hát sok mindent ők valósítottak meg a Magyarországon létező szocializmus évei, évtizedei alatt. Hát ez akkor sem ment másképpen. Visszatérve témákra, megpróbálták amennyire lehetett az olajmezőket védeni, majd pedig bekövetkezett 1944. március 15-én
19-én Magyarország megszállása. Az alajolajmezőket az ott a Varas felől bejövő német alakulatok foglalták el, és ami ettől sokkal fontosabb volt, hogy a németek, Edmund Wiesenmeyer német követés teljesen megbízott, megkérte Adolf Hitlernek az olajipari szakértőjét, Alfred Benzet, hogy legyen olyan kedves, és nézze meg az alajolajmezőket. Ugyanis a német katonai körökben az a vélekedés terjedt el, hogy nagyjából 2-3 millió tonna olajat is lehetne termelni Zalában. Most a legnagyobb zalai olajtermelés az 1,2 millió tonna volt az 50-es években, miután a nagy lengyeli olajmező belépett ebbe a történetbe. 2-3 millió tonna olajat itt egy évben soha nem termeltek ki. A németek úgy gondolták, hogy lehet, megkérték Benz professzort, hogy ő ezt nézze meg. Ő április 3-ára készített is egy jelentést. Ebben a jelentésben leírt azt, hogy lehet valamivel több olajat termelni, de érdemben nem lehet több olajat termelni, és a mezőknek van már egy olyan állapota, ahol inkább csökken, vagy stagnál az olajtermelés, de nem fog növekedni. Esetleg, ha több utat fúrnak, több eredményt kapnak, akkor lehet ezzel segíteni, és további kutfúrásokkal lehet még több olajat kihozni. De ő annyit írt le, hogy maximum 900 ezer tonnáig fel lehet futtatni a magyar olajtermelést, de tovább nem. Ez amiatt volt fontos, ugyanis Benznek a véleménye meggátolta a Wehrmachtot abban, hogy az alajolajmezőknek a felügyeletét már 44 tavaszán átvedik, és kivegyik a magyar államnak az irányítása alól. És ebben az időszakban, mint a Mavortot, azt államkezelésbe vették még 41 végén, a magyar államnak volt tulajdonképpen az irányítás. Ennek a története is azért érdekes, hogy zárójelben megjegyezni. A németek a háború alatt tárgyaltak arról, a Standard Oil-lal, New Jersey Standard Oil-lal, aki a Mavort tulajdonosa volt, hogy bizonyos dél-amerikai német érdekeltségekért cserébe ők a Mavortot nagyon szívesen átvennék. A magyar kormány, a magyar titkosszolgálat ezekről a tárgyalásokról hírt szerzett. Azért ez is érdekes volt, hogy a háború alatt azért két egymással szemben álló hatalom tárgyal egy ilyen történetről, nem nagyon verték nagy dobra. Na most a magyar titkosszolgálat ezt megtudta, a kormányzatnak jelezték, a kormányzat pedig lépett. És megoldotta a problémát az, hogy állami kezelésbe vették, innentől kezdve, de a Standard nem tudott mit eladni a németeknek, a németek belenyugodtak ebben a helyzetbe. De hát itt vissza kell ahhoz kanyarodni, hogy az alai olajmezők nem termeltek annyi olajat, mondjuk, mint a román olajmezők, így nem volt olyan sarkalatos kérdés a számukra, mert Németországban ment magyar olajexport, tehát ennek a termelésnek egy részét így is megkapták, nem kellett nekik ahhoz ide embereket küldeni. 44-ben viszont már változott a helyzet, gyakorlatilag erre az időszakra már Románia keleti határánál álltak a szovjet alakulatok, Galíciában még tudtak a németek olajat termelni, Bécs környékén is, Németországban is, de Oroszországból már nem volt egy megszállt olajmező, ahonnan tudtak a olajat kihozni maguknak, illetve fennállt a veszély annak is, hogy a román olajmezőkkel valami történni fog. Ennek köszönhetően viszont Benz jelentésének köszönhetően az alajolajmezőket békén hagyták. Ebben azért egy személynek elévülhetetlen érdeme volt, ez pedig Pap Simon. Pap Simonnak jó barátja volt Alfred Benz, és egy picit hatott rá, hogy Magyarország kedvező jelentést tegyen. Így következett be ez a jelentés, és gyakorlatilag így megúsztuk azt, hogy az olajmezőinket a németek átvették már akkor, és gyakorlatilag a háború végén erre nem is került érdemben sor. Viszont említettem már, hogy 44-től kezdődően Magyarországot elkezdték az amerikai bombázni. Itt a képen a bázakeretje elleni amerikai légi támadásról van fent egy légi felvétel, illetve kisebb képen egy fotó romokról. Magát nem is, az olajmezőt nem is akarták bombázni, viszont az olajmező központját le akarták bombázni, mert ezzel úgy valamikor a fennakadást azért a termelésben lehet okozni, és ez a számításuk be is vált, valamikor a fennakadás lehet erre a bombázásra július 30-án kerítettek sor. Mindösszesen 28 gép szállt fel Dél-Olaszországból, a gép személyzetek teljes egészében megvannak, tehát hogy melyik gépen ki volt. Egy év visszafordult vissza ki, amiatt 27 év bombázott.
Abban az időszakban a sajtó 90 képről írt, de az amerikai vezetési jelentés ezt a kérdést tisztázta teljes egészében. Egy dolog van még mai napig függőben, a bevetési jelentés szerint ez egy elterelő hadművelet volt. Aznap bombázták a töpödi repülőteret, hogy most miről terelték el a figyelmet, hát nem minden, hogy a tököli repülőtérről 27-ben a bombázó elterelő a figyelmet. Úgy gondolom, hogy valami enyém dolog lehetett, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában, 60-as években iratokban írnak bázakeretje bombázásáról is. És arról írnak, hogy most egy ennek mennyi a valóság tartalma, ezt azért óvatosan kell kezelni. Az amerikaiaknál állítólag komoly vita volt az alai olajmezők bombázásáról, ugyanis arra gondoltak első körben, hogy a falut ugyanúgy lebombázzák. Aztán nem foglalkoznak itt az olaj, ipari létesítményekkel, hanem minden, hogy ezen komoly vita volt köztük, és végül is arra jutottak, hogy nem lebombázzák az azonit telepet. Nem tudni ennek mennyi a valóság tartalma, mert egyrészt a forrás is olyan, amiben az emberben él a gyanúper, hogy leírtak össze-vissza sokféle dolgot valamilyen indokkal, viszont 44 nyarán a gazdagi telepet bázakeretjén lebombázták, sikerült a termelés megakasztani pár hétre, gyakorlatilag normál menetében 44 év végig állt helyre. Nagyon gond volt az anyagi kár, amit okoztak, illetve az ember életekben okozott kár volt. A jelentősebb, ami tragédiához vezetett a községbe, de ezen kívül Zala-megyét jelentősebb olajipar elleni légi támadást nem érte. Olyan előfordult 44 arán, hogy vadászgépekkel lőtték a munkásokat, akik éppen munkába tartottak. Erről különösebb feljegyzések a magyar feljegyzéseken kívül nincsenek, miért is lennének az amerikai szempontjából. És ahogy látom, hogy a románok majd átszállítják ezt, de a románok mindig is árulnak itt az útkévinek, hogy mind az első, mind a második világháború, úgy gondolom, hogy a lényegó szépen átállnak. Hát azt szokták mondani, hogy Románia egy háborúban általánosan kétszer vált szövetséges, tehát ez megvolt itt a második világháborúban is, hogy átálltak. Ők másféle módon nézik ezt a történetet, tehát Románia egy klasszikus kisállami politikát követ, Magyarország pedig nem ezt szokta követni, és nagyon sok esetben a kisebb országokra, akiket azért a nagyobbak körülölelnek, jellemző az, hogy mindig amellé állnak, aki aktuálisan a legerősebb, mert ők túlélésre játszanak. Tehát más a gondolkodás, más a mentalitás, ezt szerintem ezzel lehet inkább magyarázni. De ha már Románia átállás előkerült, 44. augusztusában Románia átállt a szövetségesek oldalára. Hát ebben azért elég komoly szerepe volt abban, hogy Románia területén már bent áll máshoz a szovjet alakulatot. És a románok úgy gondolták, hogy mivel azok úgyis erősebbek, különösebben nincs értelme, hogy további ember áldozatot hozzanak, mert az ő szempontjukban ez már így is vereség. Így átálltak, és azért ennek volt egy másik oka is, hogy ők átálltak, ugye Észak-Erdély Magyarországnál volt még. Ők ezt szerették volna visszakapni. Tehát ennek volt egy racionális oka is. A német délhadsereg csoportnak a parancsnoka jegyezte meg, hogy ő az első olyan katona történelemben, aki arról szó szerint kimegy a talaj, és a hadsereg eltűnik, és ott találja magát az ellenséges alakulatokkal szemben. A megmaradt német erők azok villámgyorsan a Kárpátok háborúin átjöttek a Kárpát-medencében, Magyarország területére, viszont ebből a szempontból, ami olajiparilag, ami szempontból érdekes az az, hogy a román olajmezők azok kiesnek mindentől kezdődően. És ebben a pillanatban az alai olajmezőknek a szerepe, és innentől kezdődően a háború végéig megnövekedett olyan szinten, mert innentől kezdve már nem 10%-ot értek az alai olajmezők a németek számára, jóval többet. Az ő háborús túlélésüket, hogy minél tovább tudjanak még harcolni, és adott esetben egy kedvezőbb békefeltételt ki tudjanak harcolni, abban az alai olajmezőknek szerepe volt. Azt tudták a németek is, hogy a szövetségesek már előre jelezték 43-ban, hogy ennek a háborúnak csak egy módon lehet véget, hogyha ők feltételre leteszik a fegyvert. De ők még bíztak abba, sőt, 45 tavaszán is bíztak abba, hogy megnyerhetik. A csatafegyverek, ugye például ugye a német atomrakéták, meg a Ratte, meg ezek,
Hát csodafegyver nem csodafegyver volt, de csodát nem hozott a német. Ja, volt olyan, ami csak ott dolosodott aztán a végén, például a svéd elpusztál. Elnézést, szerint dolgot szeretnék kérdezni. Nincs erről ismeretem, hogy miért volt ilyen gyenge katonai megszállás Romániában? Nem volt ott német elő, hogy gyakorlatilag, hogy Hodrát leváltották, hogy Mihály király elvette hatalmat, hogy besétáltak egészen arabig Szegedig a románok át a déli Kárpátokon. Ennyire nem voltak ott német erő? De volt ott német erő, csak amikor gyakorlatilag egy haderőnek a 40%-a kifadol, abban a pillanatban is rögtön ellenség lesz. Igen. Az azért változik. Tehát a románok átálltak, szó szerint. Igen. És az a katona, aki eddig mellett állt az embernek és bajtás volt, az ellenség lett. Na most ebben a szituációban azért nincs az a haderő, amelyikkel, tehát nem tudják a dolgot olyan gyorsan megoldani, stabilizálni, hogy legyen egy normál alszonal. Hiszen maga az alszonalon belül összeomlott az egész. És azért egy 30-40%, nem tudom mekkora volt a román haderő aránya a Romániában állomásozó német-román haderőnek, de 40% szerintem lélegezhetőbb volt. De csak 25%, az is akkor az űrzavar tud okozni, hogy mit csináltak a német katonák? Dobták a fegyvert, menekültek. Mert nem tudtak más tenni. Magyarországot megszállták rendesen, elég elhajolták Romániát a hatalmas külön készleteket, csak ezért kérdeztem. A rendes megszállástól azért messze volt. Tehát megszálltak bizonyos stratégiai pontokat, ott voltak az alajolajmezőkön is, aztán pár hét után távoztak. Tehát tulajdonképpen ők a politikailag fontos pontokat szállták meg, hogy a kormányzatra hatással tudjanak lenni. A kormányzatra pedig hatással voltak, de gyakorlati szinten a Tiszától keletre lévő ország részben nem mentek be a németek. Tehát az egész országot nem szállták meg. A számukra Budapest volt a lényeg, Budapestet azt megszállták rendesen, ott tulajdonképpen a magyar kormányzat nem tudott olyan dolgot tenni, ami a németek beleegyezése nélkül működött volna. Csak úgy tudták megtenni a németek beleegyezésével, így mindazok a dolgokat 44-ben a német megszállás után bekövetkeztek, azok Magyarországon csak a németek jóváhagyásával tudtak bekövetkezni. A magyar kormánynak a mozgástere nagyon pici lett, nagyjából a nyár végén tudott a Horthy akkor a mozgásteret kialakítani magának, hogy ott már meg tudta akadályozni a fővárosi zsidóknak a deportálását, pár apró lépés meg tudott tenni, ami bizonyos dolgokat enyhített Magyarország számára, de érdemben nem tudott beavatkozni. Hát meg kell nézni, 44. októberi átállást gyakorlatilag az egy pár órán belül megfogott. Tehát a magyar államfő nem tudta, már nem volt akkora hatalom a kezébe, hogy át tudja állítani az országot. A románoknál ez ment. Nálunk ez nem ment ebbe, részben a hadsereg felső vezetésében levő személyek is okolhatók, hogy nem tudott az országot, és akkor kiszállni ebből a háborúból, azt már mi is láttuk, 44 előtt is látta az országot, ez egy veszes háború. 42-ben vagy 41-ben, még amikor lezuhant Horthynak valamelyik tudatlanul, ugye azért akarták az a hívnek Magyarországon, hogy kihúzzák a háborúból. Hát csak ő óvatlan módon kiment a szintére. Erre korabeli személyek is megjegyezték, hogy a dolog volt megengedni a kormányzónak, hogy a fia, aki egy helyettese is volt, kimenjen harcolni. Ugyanis az kockázat. Egy fölösleges kockázat, ő neki nem ott lett volna feladata, neki abban lett volna feladata, hogy az akkor elkezdődött nyugat felé való tapogatózásoknál a kapcsolatai keresztül megpróbálja az országot valamilyen kilángatni ebből a háborúból. Azt látták, 42-43-ban Magyarországon már látták azt, hogy ennek jó vége rendezve nem lesz, de így alakult a történet, viszont visszatérve az alai olajmezőkre, az első szabotás esemény, amivel a maholtok megvádolták, az a Lobászi 94-es kúthoz kötődik, illetve egy picit az amerikaiakhoz is kötődik. 44. októberében egy régi riadó miatt kútkitörés következett benne a kútnál. A fotókon lehet látni, hogy milyen pusztítás végzett a tűz.
ott a kisebb képen lehet látni ezt a lángoszlopot. Ez egy nagyjából 150 méter magas lángoszlop volt, és ugye erre az időszak, ebben az időszakban vették át a nyilasok az uralmat Magyarországon, és a nyilasok rögtön meg is vádolták a maortot, hogy a maort szabadált. Mert direkt tört ki ez a kút, azért, hogy az amerikaiak kérdezni tudják, hogy merre kell repülni. Persze, hát az amerikaiaknak erre volt szüksége. Tény, amerikai pilótáknak volt háború után némelyiknek olyan feljegyzése, olyanok, akik találkoztak magyarországi szakemberekkel, emlékeznek erre a útra, mert jó nagy volt a láng, az éjszakai sötétben tök jól lehetett látni. Uda Ernő is elmondta egy visszaemlékezésében, hogy hát lentiben újságot lehetett olvasni ennek a útnak a fényétől. Vagy így volt, vagy nem, nagyon jól hangzik a történet. Az tény, hogy ennek a műszaki balesetnek katonai vonatkozásai lettek, és a maortot megvádolták szabotással. Végül is sikerült Papsonnak elintézni azt, hogy ő fogalmazott az új megyei főispánt, aki viszonylag korlátottnak írt le. Meggyőzzék arról, hogy nem az olajipari szakemberek nem akarták ezt a kutkitörést, ez a légiriadó miatt következett be, mert volt egy műszaki probléma, és ezt nem tudták megoldani. Így megúszták ezt az esetet, de gyakorlati szinten ebben az időszakban már egy dolog volt, ami fontos volt mindenki számára. Októberben már nyomában folytak Magyarországon a harcok, és már viszonylag közel voltak a Dunántúlhoz is a szovjet alakulatok. November 6-án foglaltak a Baranya-háromszögben a 3. ukrán front alakulatai hídfőt, majd pedig szép fokozatosan Baranya, Tolna és Somogy megye területének nagy részét el is foglalták. Somogynak csak a nagy részét gyakorlatilag a Marcali-tól Marcsig terjedő szakaszig jutottak előre. Ott megakadt a szovjet előrenyomulás. Nagyon közel az alai olajmezőkhöz. Innentől kezdődően a német vezérkarnak, az Obertkommandeur-Wehrmachtnak az összes ülésén az alai olajmezőkkel kezdték a megbeszéléseket, hogy mi a helyzet. Ugyanis ott voltak a szovjet alakulatok gyakorlatilag 30-40 kilométeres hatótávon belül, ez egy max. Két napon belül elérhetővé tette az olajmezőket. Az oka annak, hogy miért álltak meg, egyrészt katonai volt, mert a szovjet alakulatok harmadik ukránfront túlzottan előre nyomult. És se északról, se délről nem voltak olyan szovjet alakulatok, amelyek az oldalát biztosítani tudták volna. Meg kellett várni Budapestnek az elfoglalását, ami 45. februárjában következett be teljes egészében, és onnantól kezdődően tudtak a szovjet alakulatok felzárkózni a Balaton térségéhez. És végül is az olajmezőknek az elfoglalására 45. márciusában került sor. Az olajmezők végig terveltek március 28-áig, amikor az utolsó olajvonat új udvarra elindult Németország felé, termeltek. Folyamatosan a németeknél ki volt adva szigorú parancs, hogy az olajmezőket védítani nem lehet. Sőt, ebben az időszakban egy olajvezetéket kezdtek el építeni Ortaházáról, Körmend irányába. Ennél kötelezték a maortot arra, hogy a Láza keretjéről Csepel irányába menő 8-szoros távvezetéknek a csöveit szedjék fel, és azt telepítsék át. De ez most a németek számára ez volt fontos. Ortaházán egy kis finomítót épített fel a maort. Ez elkészült, de arról semmilyen forrás nem ír, hogy valaha termeltek-e is ott valamilyen olajterméket, tehát ott kőolajfeldolgozásról nem tudni. A nyomai Ortaházán mind a mai napig megvannak. Egy hely volt, ahol egy kis finomítót sikerült felállítani, az Győrvár volt. Győrvárban a budapesti Fantom nevű cég felállított egy kisebb finomítót, ami napi 200 tonna olajat dolgozott fel. Aztán működött még Pétfürdőn a finomító, tehát gyakorlatilag azt az időszakot leszámítva, amíg a szovjetek elfoglalták, addig nem üzemelt, utána megint üzemelt. Működött az almásvizítői finomító is, csökkentett kapacitással, szőnyben is működött. Az almásvizítői finomítónak inkább az volt a nagyobb problémája, hogy a Dunának egy áradása áttört a gátakat, és betört a finomító területére, amiatt kellett márciusban
az üzemnek átmenetileg leállnia, de mindegyik üzem amennyire tudott, ameddig tudott, addig termelt, és dolgoztak, az alai olajvezetők is termelték tovább, amennyire lehetett, viszont itt már mégiscsak a háborúnak a végjátéka volt, az utolsó események voltak. Ennek ellenére azért mind Szálasi Ferenc, mint Albersper lelátogatott az olajvezetőkbe. Megnézték, hogy mi a helyzet, Sper arról is rendelkezett, hogy az osztrák területek kiszállított maottos berendezéseket azt hozzák vissza, annak nem kell ott tenni, hanem vissza kell jönni és termelünk el az olajmezőkön, de a szovjeteknek a 45 tavaszi támadás ezt gyakorlatilag ezt a kérdést elintézte, és március végére, április elejére az olajmezőket elfoglalták. Ezt követően egy pár napos mondhatjuk így, hogy szünet volt ebben a történetben, és a szovjetek kezdték el az olajmezőket újra termeltetni. Meg kell jegyezni, hogy a MAOL vezetése, Budapesten levő vezetése és az olajmezők között már 44 karácsonyán megszakadt az összeköttetés, semmi kapcsolat nem volt, tehát az itt levő szakemberekre volt bízva az, de itt azért már tényleg valójában megtörtént az a fajta, mondjuk így, hogy német hatalomátvétel az olajmezők felett, amit ők szerettek volna 44 márciusa után is, ennek ellenére túltermeltetés nem volt, tehát ezt nem lehet mondani, mert minden a normál menetében, csak a németek vitték el a termelt olajat, nem maradt Magyarországon. Tehát ebben a pillanatban, amikor az ország területe hadműveleti területé vált, itt már nem lehetett más várni. Voltak nagyon jó kis legendák erre az időszakra vonatkozólag. Feljegyzések vannak arról, hogy meg szóbeszéd, hogy hát a menekülő németek Lovásziban az olajkutaknál tankolták a harckocsiaikat, mert az az olaj olyan jó volt, hogy elment fel a harckocsi. Nagyon jól hangzik, csak tényleg, ugyanis a német harckocsik egytől egyig benzinmotorosak voltak. Ha abba beletöltötték volna a nyersolajat, az be se indul. Viszont a MAOL-nak az adataiban van olyan feljegyzés 44 nyaráról, hogy megkérdezi a hadügy a céget arról, hogy mi a véleményük arról, hogy dízelmotoros teherautó el tudja menni nyersolajokkal. És annyit írtak vissza a cégtől, hogy beindulni be fog, garanciát nem vállalnak. Egy dolgot tudnak nekik biztosan mondani, hogy a Hoffer traktor üzemben a nyersolajjal. Azt kipróbálta a cég, az megy, de komolyabb eszköz nem. No, de hát abban az időszakban, amikor már menekültek a katonák, akkor alapvetően szerintem, ha valaki 50 km-t vagy 20 mert tudott tenni egy teherautóval, vagy egy bármivel, ami elviselt a nyersolajat, tehát dízel volt, akkor az gond nélkül beletöltötte, legfeljebb 10 vagy 20 km múlva tönkrement, és akkor utána ment gyalog, de ez a 10 vagy 20 km az neki lehet, hogy az életet jelentette. Végül, tehát minden sajnos szovjet kézre került, és ezzel a háború itt Zalában véget ért. Nem sokkal később, gyakorlatilag bő egy héttel később Magyarország területén is véget értek a harcok, így teljesen új világ kezdő. A szovjetek innentől kezdődően a Vörös Hadsereg számára termeltették az olajmezőket. Tehát a helyzet nem változott, csak a megszálló katonai erőkből más, akinek az olajolajat át kellett adni. Az még jó pár esztendő volt, mire úgymond a szovjet érdekeltség Magyarországról is kiment, és mondhatjuk azt, hogy a magyar állam felügyelet alatt volt már az összes, nem csak az alaj, hanem a Alföldön és egyéb helyeken levő olajmező is. Itt ebben a történetben ez így alakult. A szövetségesek természetesen megnézték ezeket az olajmezőket, itt ezen a képen láthatóak az angol, amerikai és szovjet katonai képviselők, illetve Pap Simon is, ő kivitte őket az olajmezőkre, megnézték ezeket, és hoztak bizonyos rendelkezéseket is. A győrvári kisfinomítő is addig üzemelt, ameddig a Vörös Hadsereg számára szükséges volt. Ők egy az egyben minden olajterméküket a szovjeteknek adták át, és ezzel itt a mi történetünk véget is ért. Köszönöm szépen a figyelmüket. Ha bármilyen